Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV egészségmagazinját látják. Jelentős felelősséggel jár egy klinika vezetése, szakma, stratégia, pénzügyi egyensúlyozás, gazdálkodás. A korábbi vezető tapasztalata, ismerete, nemzetközi kapcsolatrendszere segítheti az utód munkáját, de csak is akkor, ha mindketten törekednek a harmonikus kapcsolatra. A Pécsi Tudományegyetem fülorgégészeti fej- és nyaksebészeti klinikája, valamint a 2. számú belgyászati klinikai és nefrológiai centrum után az ortopédiai klinikai tanszéket kerestük fel. Köszöntöm dr. Tán Péter urat, a tanszék vezetőjét. Mióta áll a klinika élén? Én 2012. márciusában kaptam kinevezést, tehát most 2 éve dolgozom itt intézetvezetőként. Korábban is itt dolgozott, vagy klinikavezetőként került ide a tanszékre? Én saját nevelésű játékos vagyok, gyakorlatilag 91 óta, mióta elvégeztem az egyetemet, azóta egyfolytában ugyanezen a klinikán dolgozom. Miért pont ortopédiát választotta szakterületül? Ez egy tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető, mert orvostanhallgató koromban volt egy sportsérülésem, és az ortopédiai klinikán látták el a sérülésemet. Tehát én betegként ismertem meg tulajdonképpen ezt a szakmát igazán először, és a kórteremben uralkodó jó hangulat egyszerűen arra vezetett, hogy elkezdjek felfigyelni erre a szakmára. A betegeknek az a fajta állapot, ami ránk, vagy a mi szakmánkra jellemző, hogy itt tulajdonképpen, ha úgy vesszük, akkor majdhogy nem egészséges emberekről beszélünk, csak maximum vannak mozgásszervi problémáik, de az általános egészségi állapotuk jó, és ez egy egészen más hangulatú szakma tulajdonképpen, mint nagyon sok egyéb orvosi terület. Aztán orvostanhallgatóként elkezdtem TDK-zni, bejárni az intézetben műtétekre, és utána az a szerencsém volt, hogy az egyetem befejezése után volt állás is, ami azokban az időkben azért egy elég nagy szó volt, hogy szerencsésen úgy alakult, hogy pont megüresedett egy állás. 2 éve van, tehát a klinika élén 2 évvel. Tudom, hogy nem hosszú idő, de mit lehet elmondani még a vezetése időszakáról, hogy esetleg valamit sikerült jól folytatni, elégedett valamivel, vagy úgy gondolja, hogy ez nem működik? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok dologban jó lépéseket tettünk az elmúlt időszakban, bár ezt mondjuk vezetőként nem biztos, hogy jó, hogy az ember így kijelenti, de látva azt, hogy szakmailag is, oktatásban is, bizonyos szempontból tudományos területen is tudtunk azért új dolgokat mutatni, fönntartani egyfajta színvonalat, azt gondolom, hogy jó úton járunk. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezt nagyon nehéz körülmények között tesszük meg manapság, tehát pénzügyi nehézségek, azért a emberállomány is manapság más, mint ami mondjuk talán egy 20 évvel ezelőtt volt. Nagyon sokan elmennek a szakmából, szóval nem olyan könnyű fönntartani egy színvonalat. És azért, ha már színvonalról beszéltünk, és a nyugat felé tekintünk, akkor mennyire képes megállni a helyét az ortopédiai klinika? Én azt gondolom, hogy szakmai tudás szempontjából mindenképpen megálljuk a helyünket, nyilván folyamatosan képezzük magunkat, járunk külföldi konferenciákra, továbbképzésekre, tehát ezen a téren szellemi tőke tekintetében, technikai tudás tekintetében, műtéti tapasztalatok tekintetében minden további nélkül fent tudjuk tartani azt a színvonalat, ami nyugatra is jellemző. Itt elsősorban inkább a technikai és infrastruktúrális környezet okozta problémák, illetve a személyzetnek a túlterheltsége az, ami a legnagyobb gondot jelenti mondjuk egy nyugat-európai intézményhez képest. Ha visszatérünk az ortopédiára, mint szakmára, mi az a terület, amit legigazán szeret? Tehát legyen az egy térd, vagy csípő, tehát van olyan, amit azt mondja, ez a szíve csücske? Igen. Hát én kezdettől fogva a térdprotézis beültetések köré építettem a klinikai tapasztalataimat is, meg a tudományos tevékenységemet is, úgyhogy nekem a térdprotetika az az igazi szívem csücske.
De hát amúgy mindent megcsinál. Persze, persze. Hát azt nem mondom, hogy mindent, mert azért ebben a szakmában is van specializáció, és én azt gondolom, egy egyetemi klinikán az a szerencsés helyzet, hogyha a különböző, az ortopédián belüli különböző területek azok azért olyan elmélyülést kívánnak, meg olyan fajta ismereteket kívánnak, manualitást is, hogy itt azért jó, hogyha specialisták végzik a tevékenységeket, tehát én sem foglalkozom mondjuk gerincsebészettel például, arra megvannak nálunk a megfelelő szakemberek, és ez a jó egy egyetemi klinikán. Kedves nézőink, adásunk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tavasz időszakban még egy intézetbe szeretnénk ellátogatni, ahol a korábbi vezetők közül hárman is még az intézetben tartózkodnak, és segítik a jelenlegi vezető munkáját. Viszontlátásra! Thank you.